Milyen sütit hoztál? Hát ma egy nagyon különleges nevű sütit fogunk sütni, aminek a neve Salaberna. Salaberna? Ez a Salaberna igazából egy francia színművésznő, aki az 1800... Sarah Bernard. Igen. Években Salaberna született. Egy dán cukrász készítette az ő tiszteletére. Tehát valahogy onnan indult Franciaországból, Dániából, de a sok országon, amíg átjött, ez a Sarah Bernard nevű sütemény nagyon átalakult. Salaberna lett. Igen, nálunk Salaberna lett. Kezdjük el, jó? Diós habcsókot fogunk készíteni. Mi? Akkor ez hasonló lehet, mint a makaron, csak az mandulás habcsók. Igen, igen. És szerintem ilyen tipikus karácsonyi sütemény. A habcsók az 6 tojás fehérje. Csak ilyen nagyon erős idegzetű tésztasütőknek ajánlom. Mert nehéz csinálni? Nem nehéz csinálni, hanem szaporátlan. Ja, mert ezek aprók lesznek. Apró sütemény, igen. Falatka sütemény. Egy jó dolog, hogy a habcsókot meg lehet sütni hamarabb. Uh-huh. Viszont annak az a veszélye, hogy elfogy karácsonyig. Tehát cukor nélkül fölvered a tojást. Fél keményre, igen. Igen, még nem teljesen kész a hab. Teszünk egy csipet sót. Kevés cukrot, úgy. Mennyi cukor jön bele egyébként? Ez mind belejön. De az mennyi? 30. Egy kanál borecet. És ha jó kemény a krémünk, akkor belemérünk ebből a dióból 15 dekát. Nagyon szép lett a cukortól egyébként, egyből olyan fényes lett. Hát meg az ecet? Az ecet, igen. Amúgy citromlevet is lehetett volna beletenni. Mérjünk ki 15 deka? 15 deka diót. De te ezt a diót előtte megpirítottad. Igen, szerintem így sokkal finomabb lett. Ó, de jó illata van. Szerinted nagyon szép kemény hab, nem? Jó. Hú, de szép lennél, hogyha nem lett volna jó még. Még akarjuk keverni? A dióval, csak ja. Éppen, hogy összekeverjük. Eddig nem olyan nagyon bonyolult. Eddig nem. Jaj, jaj, még jön még rosszabb. Jön rosszabb. Nagyon apró. Kicsi habcsókokat kell süssünk. Jó, hát azt te nyomod ki. Aha, és egész picik, vékonyak is. Vékonyak, és hogyha valamelyik egy kicsit puposabbra sikerülne, azt egy kicsi kanálnak a hátával egy kicsit lenyomjuk, mert az a célunk nekünk, hogy nem csúcsos legyen, hanem inkább két ilyen kis lapos korong. Korong, igen. Ezt a pillanatok alatt megcsináltad. 4 tepsi lesz, vagy 5. Jézus Úristen! Ebből az adagból, ilyen apróból 137-150 között lesz. Úgyhogy 70-80 apró tészta lesz ebből. Ezt nem fogjuk sütni, csak szárítani 130 fokon, 30-40 perc alatt megszáradnak. Uh-huh. Utána kinyissuk a sütőt, egy kicsit fakanállal úgy hagyjuk, hogy még száradjon. Utána, amikor kivesszük, hagyjuk egészen kihűlni, és ha sikerült, akkor majd le kell essenek a papírról. Na nem hát akkor gyöfegetni. Most essenek le a papírról. Addig elkészítjük a krémet? Addig elkészítjük a krémet, hogy addig hűljön ki. Jó. A krémhez kell 1 deci víz, 20 deka cukor. Beletesszük a kakaót. Mennyi az a kakaó? 5 deka kakaó. 5 deka. És akkor már hogy besűrítette a kakaó a vizet? Addig fűzzük, hogy egy olyan sűrű
szirup nem lesz belőle. Ugye minden süteménybe szoktunk tenni egy csipet sót. Igen. Ebbe még kettő is megy. Tegyek akkor most? Ki. Igen. Ez egy ilyen inhalációs gyógymód. Hogy ezt... még jobb lesz, mikor úgy savanília. Igen. Akár gőzölgésre. Annyira jó illata van. Beletesszük a rumot. A rumot. Hozzak vaníliát? Vaníliát, légy szíves. Le is vettem a tűzről. Most egyenként kell hozzá, hozzá a tojás. Várjunk, hogy hűljön. Ja, hogy ne kapja össze a tojást. Csinálhatnánk, hogy egy kicsit hideg víz alá tegyük, hogy hamarabb hűljön meg. Ez a meleg csoki, ami már nem tűzforró, ez azért hőkezeli még igen. A tojást. Azért kell melegen hagyni, csak nem tűzforró. Na, ez szerintem kész, kész. Is van. Ezt most kihűtjük teljesen. Ezt most félretesszük. Igazából a receptben egy csomag vaj van írva. Én 20 dekával próbálkoztam, de az egész habcsókot nem tudtam megtölteni. Uh-huh. Maradt egy pár darab. Úgyhogy másfél csomag uh-huh. vaj, amivel tenni. Tehát akkor a 30 deka vajat raksz bele ebbe igen. A mennyiségbe. Igen. Jó. Egybe tehetem mindbe. Igen. Jó. Csak habosítsuk ki. És nagyon fontos, hogy szobahőmérsékletű legyen a vaj, mert ez olyan finom krép, másképp nem fog összekeveredni. Ez jó. Ugye? Apránként hozzáöntjük ezt a olyan sejmes csoki krém lett belőle, vagy kakaókrém. Meg a csókot, mert szerintem az is kezd jó lenni, a habcsókot. Most ez olyan nagy munka volt? Nem, ami jön ez után, inkább tepera. Össze kell ragaszgatni. Össze kell ragaszgatni. Kihűlt. Igen. Fontos, hogy nagyon jól legyen kihűlve, mert a krém, ha nem, ki fog folyni belőle. Hát ugye a vajas krém egyből megolvad akkor. Igen. Eddig bíbelődős volt, de most folytatjuk bíbelődősen. Még van 5 tepsi sütni halunk, úgyhogy... Veszünk 2 habcsókot. Pont fordítva. Ja, a sima fele a legyen sima fele. Kihűl. Veszünk egy nagyon kevés krémet. Egyel így összeragasszuk. Utána veszünk még jócskán krémet, és még így körbe ragasszuk őket. Próbáljuk úgy csinálni, hogy szépen legyen megkenve, de a felső felére ne menjen krém. Aha. Mert ha nem szépen, a glazúr a tetején nem fog. Szerintem nekem olvasó szemüveggel kéne csinálni, annyira pici. Nekem nagyítóval. Amikor így szépen bekentük az oldalát is, akkor dióba szépen beleforgatjuk. Már mindjárt egyen meg leszek. Hány lesz? 100? Hát 140, 150, annak a fele. Még jó. Van. La, 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 la. Aki szereti a ropogós kapcsókot, akkor az így most így. Mielőtt ő megszámolná holnap már, vagy hogyha marad holnapra, akkor ez a habcsókból a krém magába szívja, már nem lesz olyan ropogós, tehát mostan... Hát akkor csak meg kell kóstolnom. Csak meg kell kóstoljuk, igen. Engem nem érdekel ez mennyi munka. Ugye? Hozzaszámoljuk, amit megettünk? Nem volt. Nem. Ennyi van. Ennyi van. Mi volt több? Oda jutottam, Timikém, hogy még a látásom is megjavult ettől. Egyébként vannak ám még olyan nagymamák, bőven, meg édesanyák, akik vállalkoznak ilyen
pepecs munkára a család érdekében, úgyhogy nincs még akkora baj. Biztos. Ezt a 70%-os csokit felolvasztott gőz fölött. Igen. Na de azt hogy fogod oda varázsolni a tetejükre? Kis kanállal. Egyenként. És te simítód a tetejük. Én? Igen. Kész vagyok. Én is. És te? Kész. Első adag. Megvan. Ez egy ilyen társasági dolog. Oda készülünk, kenegetjük, és közben kibeszéljük a lelki bánatunkat. Igen. Nem? Csak így jó. Ezek ilyen kis műalkotások. Igen. A mini tortácskáknak is beszélnek. Jaj, de szép tárgyat van. Erre csak a legszebb süteményeket rakom. Ez megérdemli. Kettő, négy, öt, 10, 15, 20, 25, 29-et csináltunk. Már! Már. Már, 29, gyere ide! Nagyon gyorsan haladunk, Timi! Ugye? Gyönyörű. Egy életre megjegyeztem. Sajnos nem fér több rá, Timi. Nem baj. Kénytelenek vagyunk. De gyönyörű. Ne sem ízlik. Zseniális. Köszönöm.